A Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közismertebb nevén a Váti két helyszínen tartott partnerkereső fórumot a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési programhoz kapcsolódóan. Ezek közül az egyik házigazda település Sárospatak volt, ahol közel 500 érdeklődő volt kíváncsi a pályázati felhívással kapcsolatos tudnivalókra. A jelenlévők a megpályázni kívánt szakterületet illetően szinte valamennyi intézkedés célját felölelik. Elsősorban turizmus, ez az abszolút nyerő, úgymond. Aztán szintén az egy hét egyes intézkedés, az emberek közötti kapcsolatépítés. Ez lényegében azért könnyű, mert kisméretű projektekről beszélünk, tehát nem annyira igényes az önkormányzatoknak, tehát az önerő megteremtése, és ugye a fesztiválok, sportrendezvények azok közkedveltek az emberek között, tehát részben ennek is köszönhető ez a nagy közkedveltség, de általánosságban el lehet mondani, hogy az összes intézkedést, tehát a pályázóink szeretik. A partnerkeresés során a jelenlévők bemutathatták szóban vállalkozásaikat, megvalósítandó elképzeléseiket, amelyekhez magyar vagy éppen szlovák társat, együttműködőt kerestek. Emellett személyesen egy-két tanácsot is kértek a jelenlévők szakemberektől, így például a pénzügyi oldalon. Egy pályázatnak a legfontosabb része a költségvetés. Elsősorban még a pályázat vagy a szerződés megkötése előtt, a támogatási szerződés megkötése előtt a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ÁFA státuszáról, hogy visszaigénylő, illetve nem, ennek megfelelően kell elkészíteni a költségvetését bruttóban, illetve nettóban, ezzel is megelőzve azt, hogy ugye az ÁFA 2-ös finanszírozását. Nagyon fontos dolog még a költségvetésnél, hogy a megfelelő sorokba legyenek besorolva a különböző költségek. Tehát ugye nekünk van egy megadott költségvetési táblánk, amelybe a pályázónak be kell írni azt, hogy mely költséget hol szeretne elszámolni. Most ezt nem akarom felsorolni, ezt a honlapon természetesen megtalálják a pályázati formanyomtatvány kapcsolódóan. A programon közel 50 magyar és szlovák kis- és középvállalkozó vett részt.